Az Enta színeiben játszó Árnyesi Róbert tavaly a Riékai Kadett világkupán és az ugyanitt megrendezett világbajnokságon is aranyérmet szerzett. Az Apatini országos bajnokságon is első helyezést ért el. A fiatal török becsei fiúnak vérében van a tekézés. Honnan jött az, hogy te tekézni kezdj? A tekézés az onnan kezdődött, hogy mivel a szüleim is tekéznek, anyukám és apukám is egyaránt, apukámnak viszont még hátra két generációval is tekéztek, és onnan nekem nagyon megtetszett ez a sport, és elkezdtem vele foglalkozni. Az elején csak így hobbiszerűen szórakozásból kezdtem, de végül elmélyült, és itt vagyok, ahol most. Milyen volt a tavalyi éved? A tavalyi évem nagyon sikeres volt, nem vártam el ilyen jó eredményeket, mint amiket elértem. Hát 3 aranyérmet értem el a világbajnokságon és a világkupán. És milyenek voltak ezek a bajnokságok? Mennyire volt erős a mezőny? Hát a mezőny idén elég erős volt, nagyon nagy volt, nagyon sokan voltak, és mindenki nagyon hajtott az éremért. Hogyha jól tudom, nem csak egyéni kategóriában játszol. Miben játszol még? Játszottunk csapatban is játszom, meg párosban is játszottunk. Kikkel játszol? Hát csapatban játszottunk az Arkó Vilmossal, Dalibor Popovval, Rása Vlajkovval, Szimonovic Szlobodánnal, Ács Milinkovicsal és a Milos Szimjonovicsal. Párosban viszont az Arkó Vilmossal játszottam. Velük milyen eredményeket értél el? Párosban a Vilmossal első helyezést értünk el ebben az új fajta versenyben, a tandemben, ami a párost helyettesíti. Csapatosan is ugyanúgy első helyezést értünk el a világkupán. És ez a tandem miben különbözik a másik fajtától? Ez a tandem abban különbözik, hogy egy pályán játszunk, és egymás után dobunk egy-egy golyót, viszont előzőleg egymás mellett játszottunk, és folyamatosan 120-at végig dobtuk. Jelenleg melyik klubban játszol, és hogyan készülsz fel egy-egy versenyre? Jelenleg a Zentában játszok. Hát most készülődök a következő világkupára, ami Esztóniában lesz. Hát több edzéssel és ilyen különféle gyakorlatok elvégzésével, futás, hasizmok, hátizmok, meg ilyesmivel. Hol szoktál edzeni, és milyen sűrűn? Itt Zentán szoktam edzeni, mert kollégista vagyok, a Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium egyik diákja, és hetente 2-3 szoktam edzeni, meg hétvégén plusz 2 meccs, az attól függ, hogy készülődök-e valami olyan versenyekre, vagy nem. És egy edzés az milyen hosszú szokott lenni? Egy edzés általában 1 óra hossza, másfél, attól függ, hogy mit szeretnénk gyakorolni, vagy csak egy rendes edzést játszunk le. Miket lehet gyakorolni? Hát lehet gyakorolni a telibejátszást, amikor mindál, és akkor azon csak általában a technikát meg a dobást szoktuk javítgatni, vagy amikor pozíciót játszunk, és az is ugyanúgy a technikás játéknak a része. Kifejteni ezt a pozíciós játéknak a részleteit? Hát a pozíciójáték az olyan, hogy állások maradnak meg, és azt kell levenni minél kevesebb dobásból, és az a lényeg. És akkor ilyenkor előre fel vannak állítva, vagy ahogy alakulnak a dobás során a bábuk, azokat döntitek? Hát általában előre fel szoktuk állítani, és akkor az edzésen csak azt gyakoroljuk, de valamikor, ami megmarad, azt célozzuk. Próbálkoztál-e már esetleg bowlinggal, valamint mi a különbség a bowling és a teke között? Még nem próbálkoztam bowlinggal, de azért ki szeretném próbálni. Hát annyi a különbség össze, hogy bowlingban 10 fa van, nem 9, másik alakban vannak felállítva. Nagyobb a golyó és luk van rajta, nem tenyérben tartsák, mint a tegegőt, és ott a bowlingnak az a lényeg, hogy minél nagyobb rotációt, nagyobb fordulatot kapjon a golyó, a tekében viszont minél egyenesebb, annál jobb a dobás. Mik a terveid erre az évre? Hát erre az évre ugyanúgy, mint előtte is, kemény edzések és minél több jó eredményt, érmet elérni. Az eddigi sikereid közül melyik az, amelyiket kiemelnéd? Hát az a 3 aranyérem, amit most a világkupán elértem, egyéniben kadett kategóriában és az ifi kategóriában, párosban és csapatosan. Legközelebb szombaton láthatjuk Árnyesit pályára lépni az Entai csapat színeiben. A férfi Szuperliga 10. fordulójában a tiszapartiak a Belgrád csapatát fogadják.